Bár enyhetelet élünk, a fűtési szezon már októberben megkezdődött hazánkban. Ezzel arányosan megemelkedett a kémény és lakástűzek száma, valamint a szénmonoxid riasztások esete is több lett. Itt 2022-ben 109 alkalommal vonultak a tűzoltóink tűzesetekhez, ez több mint 314 tűzoltó fecskendőnek a beavatkozását jelentette, 2500 négyzetméternyi terület lett teljes mértékben a lángok és hát ami a szomorúbb számokat, statisztikát jelenti, az pedig annyit, hogy 5 alkalommal sajnos e, emberi életet is követeltek ezek a tragédiák, valamint 9 esetben pedig megsérültek ott a lakásban tartózkodó személyek. A lerakódott korom újragyulladásának elkerüléséhez azonban fontos, hogy minden évben kitisztítsák tisztítassuk a kéményünket a szakemberekkel. Ezt akár most is megtehetjük, a 18 18 as telefonszámon kérhetjük a kéményseprők segítségét. Tolna megyében 30 alkalommal vonultak kéménytüzekhez az elmúlt évben a lánglovagok. Ezek a képek január 3-án hajnalban készültek, egy melléképület gyulladt ki Budapesten, amiről a lángok átterjedtek a szomszédos lakóházra. Az ingatlanból öten ki tudtak menekülni, de egy férfit nem sikerült élve kimenteni az égőházból. A tragédia talán egy füstjelzővel elkerülhető lett volna. Hogy gyakorlatilag bárhol van ennek létjogosultsága, tehát minden házban, lakásban van létjogosultsága egy füstérzékelőnek. Az ilyen nem várt ö, események is, mint például az, hogy egy szomszédos melléképületbe keletkezzen egy tűz, és így terjedjen tovább, vagy érjék el a lángok azt az ingatlant, ahol éppen mi alszunk, megmentheti az életünket, úgyhogy ezt is mindenkinek javaslom ennek a beszerzését. A másik alattomos gyilkos a szénmonoxid. 20 ilyen esethez riasztották a Tolna megyei tűzoltókat 2022-ben. Egy kiegészítő fűtést toltak be egy melléképületbe, egy szobának berendezett melléképületbe. Ez egy a kályha volt, ez egy PV üzemelt, és ez az, ami gyakorlatilag a szoba levegőjét, oxigénjét elhasználta, és miután ez elfogyott, gyakorlatilag a itt keletkezett a tökéletlen égés során szénmonoxid szaparodott fel, és ez vezetett odáig, hogy a tragédiához két ember elhagyni az érintett helységet. A szóvivő kihangsúlyozta, a megelőzés a legfontosabb intézkedés, tehát mindenki ellenőriztesse a fűtőberendezéseit, és ha van rá lehetősége, szerezzen be riasztó eszközöket, amik akár életmentőek is lehetnek.